Augusztus 8-án Boldog István országgyűlési képviselő összehívta a térség és a járás vezetőit Mezőtúrra, a polgármesteri hivatalba az úthelyzetről egyeztetve. Ennek apropója az, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter kinevezte Boldog Istvánt a megye útbiztosának. A polgármesterek egyetértettek abban, hogy a területünkön lévő útvonalak felújítása, esetleges újjáépítése elkerülhetetlen a következő néhány évben. Ezt megerősítette országgyűlési képviselőnk Boldog István is. Németh Lászlóné fejlesztési miniszter útügyi miniszteri biztosnak nevezett ki ebben a hónapban, illetve az előző hónap végén, és ennek köszönhetően az a feladatom, hogy minden egyes járás, illetve a megye összes polgármesterével leüljek tárgyalni arról, hogy ő hogy látja az ő települése környezetében melyek azok a közutak, amelyeket minél hamarabb meg kellene javítani, járhatóvá kéne tenni, hiszen vannak olyan utak, amire nyugodtan azt mondhatjuk, hogy nem teljesen járhatóak, legalábbis nem normális módon, csak lassító táblákkal, illetve természetesen ez meg fog történni a lakosság körében is, hiszen a közterületi fogadóóráinkon meg fogjuk kérdezni a lakosokat, hogy hogyan látják, mely utak azok, amelyeket nagyon-nagyon sürgősen és gyorsan kellene javítani, illetve hogyan mennyire elég a közutak állapotával. És utána, amikor ezt összegyűjtöttem, akkor egyeztetni fogok a Völner Pál államtitkár úrral, aki a közvetlen főnököm, mint miniszteri biztosnak, és megpróbálunk kidolgozni egy olyan stratégiát közösen, amellyel lehető legjobban meg lehet javítani a megye úthálózatát. Nyilván nem fog menni ebben a pár hónapban, amíg én miniszteri biztosnak vagyok kinevezve az egész, de reményem szerint sikerül egy olyan stratégiát letenni, ami középtávon nagyban hozzájárulhat a megye lakosainak közlekedésének javításához. Ez a pillanatnyi állapot, illetve ez a helyzet összefügg azzal, hogy Magyarországon bevezették az útdíjrendszerét, és a kormány 150 milliárdos bevételt vár egy év alatt az útdíj befizetésektől? Természetesen az útdíjat a kormány útjavításra szánja. Innestől kezdve nagyon fontos az, hogy ezt minél hatékonyabban tudjuk elkölteni. Ennek következménye az, hogy megpróbálja felügyelni ezt a munkát, és a lehető legjobb helyekre koncentrálni a javítási pénzeket. Reményem szerint ebből a pénzből minél több jut majd a mi térségünknek is, és egyre több utat tudunk megjavítani. Ez célt szolgálja a mai konferencia és a közteleti fogadórákon is a kérdések természetesen. Bízom benne, hogy a munkámat úgy tudom végezni, hogy a lakosok hosszú távon természetesen, hiszen még egyszer mondom, már holnapra nem lehet ennyi utat megjavítani, ahány rossz út van. Több mint 100 milliárd forintba kerülne az ország 4 és 5 számjegy útjainak a megjavítása, és ez csak a 4 és 5 számjegyű, nincsenek benne a főutak. Tehát látszik, hogy hatalmas pénzről van szó, és ezt egy év alatt nem lehet megcsinálni, meg pár hónap alatt főleg nem, de bízom benne, hogy azért jelentős javulást sikerül majd elérni a tél beállt előtt. Ha belegondolunk ebbe az útdíjrendszerbe, illetve abba a módszerbe, amivel az útdíjat mérik a vállalkozókra, egy GPS alapú rendszerre, amivel mind a tengelyszámot, a súlyt és a megtett útvonalat számolni lehet, az azt jelenti, hogy célzottan fogja kapni Mezőtúr térsége, vagy akár a járás az összeget az út felújításokhoz? Erről még ezután lesznek egyeztetések, hogy kapunk pénzeket a felújításokhoz, de én biztos vagyok benne, hogy a lehető legtöbb pénzt, amit csak lehet ebből az útdíjból, ide fognak koncentrálni hozzánk is, mint ahogy minden egyes útra. Én azt gondolom, hogy itt a fontos az lesz, hogy mely utak azok, amelyek nagyon forgalmasak, nagyon sok lakost érintenek, nagyon sok lakosnak a közlekedését érintik, és ide koncentráljuk a leggyorsabban és a legtöbb pénzt. A mai megbeszélés és sajtótájékoztató egyben a polgármesterekkel való tárgyalás, tájékoztatást és megegyezést is tartalmazza. Mi az, amit vár ettől a megbeszéléstől? Hát nyilván én sok újat itt nem fogok hallani az utak állapotáról, de miután minden egyes járásban kötelességem ezt megtenni, így természetes volt, hogy a saját járásomban teszem ezt először meg. Tudom azt, hogy mely utak azok, amelyek a legrosszabb állapotban vannak. Ennek most egy megerősítését fogják megtenni, azt gondolom, a kollégáim, és megpróbálunk megegyezni abban, hogy amennyiben egy sorrendet kell felállítani, akkor mi legyen az ebben a járásban, amely sorrend a prioritást élvez, melyik az, amelyik úthoz először kellene hozzáfogni egy nagyobb felújítás esetén, és melyik az, amelyiket egy picit háttérbe tudjuk szorítani, és esetleg csak mondjuk egy év múlva kezdünk hozzá a javításához. És itt most nem a kátyúzásról beszélek, hanem az egy nagy felületű javításról. Akkor talán nézzük, hogy országgyűlési képviselő úr szerint a mi járásunkban melyik út fog prioritást élvezni, amennyiben lesz rá finanszírozás.
Hát én azt gondolom, hogy a 4 és 5 számjegyű utak közül mindenképpen az első is kiemelt az a Mezőtó-Tiszaföld-Várt összekötő út, hiszen ez egy több mint 20 éves probléma. Talán a rendszerváltás előtt volt utoljára igazán komoly javítás rajta. A kátyúzáson, meg egy-egy kisebb javításon kívül ez az, amit a lehető leghamarabb el kellene kezdenünk, azt gondolom, javítani. De itt a kollégáim majd el fogják mondani, hogy ha nem így látják, akkor természetesen ez nem így lesz. Ha a lakosság döntő többsége és a kollégák nem így látják, akkor természetesen nem ezzel fogjuk kezdeni. Én véleményem szerint ez az az út, ami a legfontosabb lenne jelenleg. Mikor láthatunk ebből valamit, tehát mikor kezdődik nem a kátyúzás, ahogy ön mondta, hanem az út felújítása? Ezt per pillanat még nem tudom megmondani, hiszen most még a felmérés zajlik, és ezután fogok menni Völner Pál államtitkár úrhoz egyeztetni arról, hogy milyen források állnak rendelkezésre, és ezt hogyan tudjuk a legjobban elkölteni. Turkeve polgármestere dr. Szabó Zoltán arra hívta föl a figyelmet, hogy nem csak az itt élők számára fontos az útvonalak rendbetétele és normális működtetése, hanem a turisztikai szempontokat figyelembe véve a későbbi fejlesztések miatt is fontos, hogy az utakat minél hamarabb rekonstruálják. Ez egyik folyamatos, jogos lakossági igény, hogy tegyünk valamit azért, hogy megközelíthetőek legyünk, a részben az ott lakók részéről, mármint a Turkevé lakók részéről, részben pedig a vendégforgalom részéről. A 4203-as út, ami bennünket a 46-os úthoz kivisz, Kuncsorbai útnak nevezzük ugye Turkevén, az egyik legrosszabb minőségű útunk. Nagyon rossz az alap, bár hozzáteszem most, hogy az elmúlt években a kőolajkutatás okán a Horizont ZRT több alkalommal több vagy nagyobb mennyiségű kővel is segített a közútnak az útalapok megerősítésében. Azonban továbbra is az a gond, hogy a rendszeres, nagysúlyú mezőgazdasági termékeket szállító autók közlekedésével ez a gyenge útalap meg mozog, meg mozdul, meg süllyed, és még hozzátettem az imént elmondottakból a megbeszélésen azt is, hogy ezen az útszakaszon a patkák állapota olyan minőségű, amely réges-régen megérett arra, hogy le kellene szedni az út magasságán jóval meghaladó patkát, hogy le tudjon a csapadékvíz folyni, hiszen az út szélén tartósabb őszi vagy tavaszi csapadéknál, sőt, ha netalántán az időjárás is már a mínuszba is átmegy, ez a hőmérséklet ingadozás ezt a gyenge, fölázott útalapot tovább rongálja. A szikasztó árak, hogy a közutasok nevezik, az út mentén szintén benőtt sövénnyel, bokorral, egyéb zöld növényzettel, aminek a kitisztítására nagyon sürgősen sor kell kerülteni. Nos, amire utaltam én itt, hogy félkép albumot is szerkeszthetnénk belőle, nagyon sok kátyút megörökítettünk nagyon szép színes fotókon, részben a közút kezelő felé, a szolnoki központú felé továbbítottunk dokumentációs anyagként, de 2 évvel ezelőtt az ismétlet polgármesteri létem azzal kezdődött, hogy több tucat képet készítettünk, és ezt kísérő levél formájában vagy mellékleteként eljutattuk Völner Pál közlekedésért felelős államtitkár úrhoz is. Sajnos választ nem kaptunk, történni érdemben sok minden nem történt, a jelentősebb kátyukat ez év tavaszán ismét kijavították, de aki arra jár, azt tapasztalja, hogy újabb kátyuk keletkezése nagyon szép számban látható, és nem beszélve arról, hogy a közlekedési táblák száma sem csökken, ami 30-as, 40-es közlekedési sebességet jelöl meg. Úgy gondolom, hogy ilyen rossz minőségű, hullámos útfelületen az eredeti sebesség tempóval nem szívesen közlekedik egyikünk se. Mi az, amit most vár a megbeszélésektől és az elindult folyamattól? Ha sarkos akarok lenni, akkor tetteket, hiszen volt már a korábbi években úterzárástól kezdve sok minden akció annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen is ez az út állapota. Néhány évvel ezelőtt a Néplap egyik címlap fotója is arról szólt, hogy a hatalmas gödör mellett gúolunk ott néhányan polgármesterek, de 2-3 ember is kényelmesen elférhetett volna úgy, hogy még kisebben látszott volna a gödörből, és Teknő Gödör című cikkében is próbálta a Néplap is felhívni a figyelmet arra, hogy nem tűr halasztást a változás. Én abban bízom, hogy amiket elmondtam részben a közlekedési táblák hiányossága okán, részben a patkát illetően,
ezek nem igényelnek akkora nagy összeget, amit talán nem lehetne még az idén megoldani, hiszen ez már a tél várható további útrongálását is csökkenteni, például a patkák állapotának a rendezése, és amit itt a képviselő úr említett, a következő évben pedig sorba vennék azt, hogy valóban megfelelő módon, kulturált körülmények között, és legfőképpen balesettől mentes módon tudjanak a felénk érkezők közlekedni. Itt külön hangsúlyoztam, és ezt most ismét megteszem, hogy Turkevén az idegenforgalmi fejlesztés jelentős. Most szeptember 1-én a fürdő beruházás okán is egy 220 milliós fejlesztési program indul, ami jövő májusban el fog készülni, és a korábbi évekhez képest további vendégszámnövekedést várunk. Elég intenzíven teszünk annak érdekében, hogy egyre több irányból ismerjék meg városunkat, és amíg tavaly 115 ezer vendég fordult meg a fürdőben, az első fél évben már 100 ezer fölött volt az idén is, tehát vélhetően ez a szám ebben az évnek a végén tovább fog nőni, és mindenképpen arra szeretnénk az irányt venni, hogy egyre több embernek legyen jövedelemszerző tevékenysége abból, hogy a vendéglátásban, a turizmusban dolgozik, ott találja meg a vendégek körüli teendőit, és ezzel gyakorlatilag nem munkahelyet teremtünk, amire szóra is haragszom, mármint a teremtés szóra, hiszen a jóistenen kívül teremteni senki nem tud, de tenni tudunk annak érdekében, hogy jövedelemszerző tevékenységet kínáljunk egyre több embernek, és kedvet kapjanak arra, hogy a vendégek körüli teendőket kiszélesítsék. És még egy gondolatot fontosnak tartok, abban a szerencsés helyzetben vagyok, tavaly nyár óta egészen pontosan, hogy a Magyar Fürdővárosok Szövetségének elnöke vagyok, amely 43 települést érint, és több mint 1 millió lakost összesen az országból. És itt Miskolctól Szombathelyig, Harkánytól Esztergomig, és sorolhatnám a települések nevét, de még Mezőtúrt és Kisőszállást is megemlítem értelemszerűen Turkeve mellett. És nagyon fontos ennek a közösségnek is az összefogása, hiszen az alapfilozófiánk a szövetségen belül, hogy közös projekteket, programokat ajánljunk a vendégeknek, főként a 30-40 kilométeres körön belül lévő települések hangolják össze a közös kínálatukat, és itt értelemszerűen nagykunsági települések adottak ebben a témában. Viszont nem mindegy, hogy ezeken a programokra, amit történetesen, ha mondjuk önzöld módon most Turkevét említse megint, Turkevére érkezik a vendég, akkor ott a kezébe adjunk olyan turisztikai kiadványt, amelyben látja, hogy milyen program a Mezőtúron, abban az időszakban, vagy Kisújszálláson, vagy Gyomendrődön, és tulajdonképpen segítsük oda eljutni megfelelő módon, hisz megint előjön a tömegközlekedés, mint lehetetlenség, hiszen tudjuk, hogy tömegközlekedéssel, autóbusszal nagyon nehéz. Itt a települések közötti közlekedés, tehát marad a gépjármű, gépkocsi, és nem mindegy, hogy a kedves vendéget milyen holdbéli utakon keresztül vezényeljük, vagy vezéreljük egyik városból a másikba. Mezőtúrváros polgármestere Herceg Zsolt a külső utaink mellett nagyon fontosnak tartja a Mezőtúr belterületi útjainak rekonstrukcióját, fejlesztését. A megyei útépítések, a megyei útfejlesztésekből sajnos nem érkezett ide forrás. Ez Karcak környékére, illetve a járság egyes részeire került. Annak ellenére, hogy ígéretünk volt már a megyei vezetés részéről arra, illetve a közútkezelőtől, hogy például a Mezőtúr-Tiszaföldvári út az teljes egészében felújításra kerül majd, és ennek már meg kellett volna történnie. Először egy teljes mértékű felújításról beszéltek, ez 30 km durván, ugye Mezőtúr és Tiszaföldvár közötti szakasz teljes felújításáról volt szó. Aztán ez a hossz, ez 4,7 km-re zsugorodott, hogy ennyi lesz az a szakasz, amely teljes mértékben felújításra kerül, és hát sajnos ugye, tapasztalhattuk azt, hogy ebből nem valósult meg semmi. Azt azért el kell mondanom, el is mondtam itt az egyeztetésen is, hogy a Mezőtúr-Tiszaföldvári út vonatkozásában azért elkészült egy olyan toldozás, foldozás, kátyozás, amely azért jelentősen járhatóbbá tette az utat, de én úgy gondolom, hogy ez nem lehet egy végleges megoldás. Én ennek is egyébként nagyon örülök, mert már tényleg abszolút szinte járhatatlan volt ez az út. De hát nyilvánvaló, hogy az itt élő emberek, és ugye nem csak mi, ugye ez is elhangzott több mindenki részéről, hogy
Ugye nem csak Mezőtúrnak és Tiszafölvárnak fontos ez, hanem az egész régiónak, a Tiszazugnak is, hiszen ez egy régiós jelentőségi út, a Mezőtúr-Tiszafölvári. Ezt már a Kunszentmártoni polgármester kollégám Cuci Mihály is megfogalmazta itt egy mezőtúri egyeztetésen, hogyha ők észak felé akarnak menni, tehát Kisújszállás, Karcag, vagy ha tovább tekintünk, akkor Tiszafüred, nem sorolom tovább, akkor ők bizony ezen az útszakaszon közelítenek meg bennünket, és így haladnak tovább. Tehát régiós jelentőségű a Mezőtúr-Tiszaföldvári út, és én is ezt a magam részéről, Mezőtúrváros önkormányzata részéről prioritásként ezt jelöltem meg a legfontosabb tennivalónak. Hát aztán, hogyha körülnézünk itt a belterületen, belül itt Mezőtúron, akkor így láthatjuk azt, hogy a Dózsa-György út az kritikán aluli állapotban van. Ennek a javítását gondolnám elsődlegesnek, nagyon fontosnak. És aztán, hogyha tovább nézegetjük az útjainkat, akár a Kossuth út, a Sugár út, a Földvári út, belterületi szakaszára gondolok, ezek mind-mind javításra szorulnak. A 46-osnak a Kossuth tértől felől, hogyha megyünk Gyomendről felől, ugye ez a szakasza is azért hagy elég sok kívánnivalót maga után, tehát látszik azt, hogy számos olyan útszakaszunk van sajnos, ami igen rossz állapotban van, és hát mi azt szeretnénk, gondolom, hogy minden itt élővel egyetértve, hogyha ezek az utak szépen ütemezetten elkezdődnének javítani, elkezdenék javítani az illetékesek, tehát a közútkezelő, és hát erre a kormány, az állam fordítana forrást. Egy képviselő úrtól elhangzott a mai napon is, de már korábban is, hogy az EU-díjból szándékozik a kormányzat forrásokat csoportosítani, tehát nem kizárólag uniós forrásokból próbálja az állam ezt a problémát kezelni az országban, és hát ugye azt is tudjuk, hogy nem csak itt vannak rossz utak a mi környékeinken, hanem sajnos nagyon sok helyen, hanem ebből a befolyó E útdíjból is jelentős forrásokat akarnak csoportosítani az utaknak a felújítására. Mi az, amit most polgármesterként lát, mennyi időn belül kezdődhetnek el a munkálatok, akár ebben az évben, vagy meg kell várni a jövő év tavaszát? Hát ugye tekintettel arra, hogy már ugye ez év derekán túl vagyunk, én azt gondolom, hogy leghamarabb ősszel, de inkább én azt hiszem, hogy a jövő év tavaszán kezdődhetnek meg ezek a felújítások, és hát nagyon remélem, hogy ebből a forrásból ide a mi környezetünkbe is jut majd, és akkor azt tudják majd tapasztalni az itt élők, hogy elkezdődik valami. Természetesen ez is, mint sok minden más, hosszú folyamat lesz, tehát nem egyik évről a másikra történhet meg az utaknak a felújítása. Ebben, hogyha logikusan valaki belegondol, az beláthatja, hogy ez nem rövid idő lesz, de én azt remélem, hogy a hosszú távú fejlesztésekkel el fogjuk érni azt, hogy Magyarországon, így a mi környezetünkben is sokkal jobb utakon tudunk majd közlekedni.